Üdv a csatornán! Épp most kerültem meg a Tokaji hegyet. Nagyon fúj a szél, a hegy árnyékos oldalán több Celsius fokkal hűvösebb van. Abban bízom, miután megkerültem a hegyet, átkerekezek a napos oldalra, csökken majd a szél, és melegebb lesz a hőmérséklet is. Ha már a Szent Teréz kápolna mellett jövök el, kötelező feljönni. Egyébként a kápolna és a kápolnához vezető út része lesz az április 27-én megrendezendő Zemplén Coffee Ride-nak. Ez lesz az utolsó előtti emelkedő, ahova fel kell majd kapaszkodnod. Az emelkedő 8 és 12% között változik. El se hiszem, milyen szenzációsan jó idő van. Eljöttem a kápolna mellé, itt van egy ilyen pici kis piknikező rész. Megnézem, hogy a matricám megvan-e még. Ez az! A kilátás káprázatos. Nézd! Felálltok a Starcarra, a Szent Teréz kápolnához, te is érezni fogod, hogy mekkora energia van ezen a helyen. Egy korábbi videómban többen is kérdeztétek, hogy milyen kerékpárral tekerek. Úgy gondoltam, hogy most csinálok egy 1-2 perces bike checket. Az országúti bringám egy Cannondale Super 6 Evo, 7,3 kg, teljes Shimano Ultegra elektromos váltószettel van szerelve, hajtómű gyári Cannondale, 52-36-os kiosztással, hologram karbonkerekekkel szerelve, elől és hátul Shimano Ultegra hidraulikus tárcsafékek. Gyárilag egy fizikülés volt rajta, de a számomra kényelmetlen volt, így lecseréltem egy proülésre. Continental Grand Prix külső gumik, én tubolító belsőt használok, Ultegra fékváltókarok, és én Garmin 530-as komputert használok. Tudom, hogy jó lesz, de valószínűleg ez a kávé, ez csak így ebben a formában élvezhető, mert hogy filterre vagy kogyogósra van őrölve. Bár attól, hogy sötét pörkölés, hogy nem biztos, hogy fogjuk élvezni annyira, de majd meglátjuk. Mindjárt kiderül.
már az, hogy szeretsek volna. Tudja, hova kell jönni. Gondoltam, hazafelé kipróbálom az újonnan épült kerékpárutat. Szerintem nagyon érdekes dolog, amikor összevonják a gyalogutat a kerékpárúttal. Gondolom a település fennállása óta gyalogos forgalom volt a járdán. Most a járdát kiszélesítették, és gyalogos forgalom mellett kerékpáros forgalom is van az úton. Amikor az autós áll ki a garázsból, nincsenek még hozzászokva kerékpáros forgalomhoz, hogy a kerékpáros gyorsabban közlekedik, mint a gyalogos. Ebből a szituációból adottak érzékeny pillanatok. Arról már nem is beszélek, hogy a gyalogosok eddig ott közlekedtek, ahol szoktak, az út kellős közepén, és most megjelennek a kerékpárosok. Izgalmas lesz erre a forgalom nyáron. Egyébként az aszfalt baromi jó minőségű, sehol egy repedés, még. Szuper volt a mai ride, a mai tekerésem a Coffee Ride egy szakaszán történt. Szerintem óriási buli lesz, én már nagyon várom, a jó időt már megrendeltem. A Zemplén Coffee Ride oldalhoz tudsz csatlakozni Instagramon és Facebookon is, a videó leírásához berakom majd a linket. Celsius fok volt a csúcs hőmérséklet a mai nap. 15 óra 10 perc van most. Az idő elkezdett hűlni. Óriási élmény egyébként naplementében kerékpározni a Tokaji hegy mellett. De most nincs lehetősége megvárni a naplementét. És az elmaradhatatlan Tisza parti krúzolás. Ez egy brutálisan jó sikerült nap volt, sok kedvenc helyemen jártam, sok ismerőssel, baráttal találkoztam. A nap már korán reggel jól indult számomra, elfogyasztottam a legfinomabb zapkásámat. Csodás tekerés, egy zseniális kávé mádon, és ha hazaérkeztem, olasz recept alapján elkészítem az istani bolognai spagettimet. Nagyon érdekelne, hogy te hogyan töltötted a mai napot, merre bringáztál, és ha már itt tartunk, akkor kommentmező védd le, légy szíves, hogy merre voltál, és milyen kerékpárral gyűjtöd a kilométereket. Köszönöm, ha megnézted a bringás kisfilmemet, ha tetszett, dobj egy lájkot kérlek, további kerékpáros tartalmakért pedig kövess a csatornámat. Ciao!